Egy Tolna és Somogy vármegyék határán működő műszaki vizsgálomáson kérhetett 50 ezer forintot az elsőrendű vádlott az ügyfelétől. Azt mondta neki, hogy az autóján nem látszik a motorkód, mert azt lecsiszolták. A férfi fizetett, hogy megkapja az eredetvizsgáról szóló papírt. Otthon viszont észrevette, hogy a kérdéses számsor mégis jól olvasható. Ezután hívta a rendőrséget, csak hogy mivel ő volt a vesztegető, saját magát is feljelentette. Most másodrendű vádlottként tett vallomást a bíróságon. Hogy beismeri a bűnösségét, lemond el a tárgyaláshoz való jogáról. Igen. Mi a válasza? Beismerem. És lemond a tárgyaláshoz való jogáról is? Igen. A pénzt átadó férfi tehát mindent beismert. A másik vádlott viszont, aki az ügyész szerint az 50 ezer forintot kérte és elfogadta, tagadott. Mivel ő önkéntes katonaként is szolgál, egy katonai ügyész képviselte ellene a vádat. Ő Kaposvárról videokonferencián keresztül jelentkezett be. Akkor az esetben az elsőrendű vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, jogítványozom, hogy a BTK 35. szakaszának egybekezdése és a BTK 35. szakaszának kettőbekezdés alkoholik alapján egy év börtön végrehajtása fogadható szabadságvesztésre ítélje, amelynek végrehajtását a BTK 85. szakaszának egy és kettőbekezdésére figyelemmel kettőjéből függessze fel. Emellett az ügyész szerint a pénzkérő férfit a foglalkozásától is el kellene tiltani. Viszont mivel ő nem fogadta el az előkészítő ülésen tett ajánlatot, ezeknél akár jóval súlyosabb ítéletet is kaphat majd. Az sem kizárt, hogyha beigazolódik, hogy megszegte a törvényt, akkor börtönbe kerül.